Külsőrökére. Álljatok ide egymás mellé sorba, az oszloptól van az indulás. A táborozó gyerekek egyik fele a medencében úszott, a többiek a röplabdapályán ütötték a labdát ezen a 2 évvel ezelőtti felvételen. Több százan jelentkeztek a lovaglást, kajakenuzást, atlétizálást is magába foglaló strandtáborra, aminek az volt a célja, hogy játékosan ismerkedjenek meg a gyerekek a különböző sportágakkal. Ilyen jellegű sportágválasztó tábor idén is lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében, jelentette be Ács Ezső Szekszárd polgármestere. Folyamatos igény volt egyébként a szekszári családok részéről, hogy ilyen táborokat, vagy hasonló táborokat szervezzünk. Egyébként példaként mondanám, hogy a Babits Kulturális Központ mellett a Sportközpont Nonprofit Kft.-nk is szervez most már évekre visszanyúlóan táborokat, és nagyon sikeresek. Minden évben többen jelentkeznek, úgyhogy ezt a kört szerettük volna bővíteni. A sportág választó táborokon kívül 5 másik tábort is szerveznek a Babicsban. Lesz olyan, amelyik a különböző mesterségekkel ismerteti meg a gyerekeket, és mézes kalácsot is készíthetnek majd. Még egy másik táborban hercegnővé, vagy éppen szuperhőssé válhatnak a kicsik. A diákok a Grimaszka táborban pedig különböző szerepekbe bújhatnak majd bele. A táborok tematikáját összeállító Rigó Boglárka azt mondja, a sport és az alkotó tábornál mozi matiné vetítéssel és gemenci kirándulásra is kiegészítik a programokat. Ki is fogunk menni, lesznek a Prometheus Parkban is, lesz gemenci kirándulásunk is, ami nagyon jó lesz, ezek egynapos kirándulások lesznek. Ugye ezt azért nem sikerült mindegyik táborba beleilleszteni, próbáltuk úgy összeállítani, ahogy a tematika engedi. A nyári napközis táborok reggel 8 és délután 4 között kínálnak programokat a fiatalok számára. Egy gyerek egy heti tábora 25 ezer forintba kerül, az ár tartalmazza a napi 3-szori étkezést. Zsikó Zoltán, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója azt mondja, 2019-től még több programmal, még több szolgáltatással készülnek a családok számára. Babits Kulturális Központ programkínálata folyamatosan bővül, a szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük. Ezek a táborok szerintem egy nagyon szép újítása a tevékenységünknek, de ehhez kapcsolódik, és a családokhoz és a gyermekekhez kapcsolódik mindenképpen a születésnapi partik szervezése, a névnapi partik szervezése és ballagások szervezése. A Babits Mihály Kulturális Központ tereit folyamatosan megtöltik a különböző programok révén. A húsvéti játszóház lesz a következő, amikor ismét lehet majd keresni a tojásokat a Prometheus Parkban.